Márk, te, mint ahogy már az előbb is mondtam, az első pillanattól kezdve itt voltál a televízióban. Gyakorlatilag az első úgymond drótozások részese voltál, hiszen amikor a kicsomagolásokat megkezdtük, akkor, hát hogy mondjam, itt-ott talán még meghatottan is álltunk a dobozok fölött, aztán volt a borzasztó nagy tudatlanság, hogy Szűz Mária, hát ebből valamit nekünk össze kell hozni, ami majd működik, és hozzáfogtunk, hozzáfogtatók, és lett ebből a televízióból a televízió, olyannyira, hogy ma már nem is egy öngyösi televíziónál dolgozol, ezt még mondjuk el a nézőknek, hanem az RTL munkatársa vagy. De a öngyösi televíziónál maradva, az elmúlt 3 évben, mert te 3 évet dolgoztál velünk, mi volt az a legnagyobb élmény, ami úgy legmélyebben megmaradt benned? Köszöntöm én is a Városi Televízió nézőit. Nagyon nehéz megszólalnom, mert eddig mindig csak a kamera másik oldalán álltam, vagy pedig a pultok mögött ültem, úgyhogy most egy kicsit lehet, hogy hallatszik a izgalom hangja rajtam. Akasztják a hóhért. Mi volt a legnagyobb öröm? Nagyon nagy élmény volt számomra, amikor megépíthettük a közvetítőkocsit például. Erre összesen 2 hetünk volt, Jaros Norbert kollégámmal, vagy például, amit említettél, hogy a stúdiót össze kellett építeni, a Vibók Robert kollégával, többek között. És hát ezek a dolgok nagyon nagy élmények voltak, mert akkor tanultunk bele igazán a televíziózás örömeibe. És mi volt a legkellemetlenebb élményed? Legkellemetlenebb. Már azon kívül, hogy egy hát volt egy pár, de ami végül is vidám is volt, az volt 2 évvel ezelőtt a születésnapi műsor, ugyanígy a Városi Televízióban, akkor még fönn voltunk a kis stúdióban, és a Lillának volt egy tortája. Amit már kapott, mint a kis Lillának? Igen, a kis Lillának volt egy tortája, és egy kis ilyen tűzijáték volt rajta, amit a Bea meggyújtott nagy lelkesen, de nem számított arra, hogy a tűzjelző bekapcsol, vagyis a füstjelző, és nagy visítás közepette kellett gyorsan cselekednünk, hogy ne legyen semmi probléma a nézők felé. Ez az élményünk találkozik, mert ebbe álmomban ne jöjjön elő még egyszer az a nagy lótás-futás, ami elkövetkezendő 5 percben volt. Nos, körülbelül ennyi, adjuk vissza a szót Beáéknak, folytatódjon a műsor, aztán majd jelentkezünk még mi újra.